Vidíme ťa. A boszorkányok mit kell tudni? Hát azt, amit egyébként is mindenki tudnak varázsolni, a legtöbb ember rossznak hiszi őket, és mi ezt a vélekedést kissé megingattuk, és igyekeztünk rámutatni a jó oldalukra. A 124 perces előadás során 111 perc a zene, azért, hogy minden hang a helyén legyen és tökéletes legyen az összhatás, Csernakovály Júlia prímás a felelős, aki már zenészekkel, énekesekkel és táncosokkal ismét nagyot mert álmodni. A Szlovenszki Rebeli Színkör ismét jelesre vizsgázott a Matica Szlovenszká komáromi székházának pódiumán. A boszorkányban páratlan folklór kincs jelenik meg, és a történet is magával ragadó, a bemutatót vastapssal honorálta a közönség. Ez a mű a Szlovenszki Rebeli 10 éves fennállásának talán legnehezebb évében született, mert a csapat 42 tagját kellett összehangolni a 4 tagú szakmai csapat munkájával, a karantén időszak és a korlátozások kellős közepén. Ez felfoghatatlanul nehéz feladat egyébként úgy, hogy a gyakorlás maga külön, csapatonként valósult meg. Olyan alkalom, amikor színpadon egyszerre mindnyájan jelen voltunk, talán 3 lehetett. Nagyon remélem, hogy most itt van mindenki, tehát nagyon igényes feladat volt ez, de nagyon örülünk, hogy sikerült, mert ez az előadásunk az eddigiekhez képest sok szempontból más, különleges. Muszáj volt egymásban megbíznunk, hallgatnunk kellett főleg a rendezőre. Hinnünk kellett abban, hogy sikerül, és talán a szeretet és az összetartozás, ami köztünk jelen van, mindig előre lendített. Összefogtunk, és így tudtunk közösen alkotni. A boszorkány a bennünk rejtőző bűnről szól, de van benne egy kis varázslat, csipetnyi bűnbeesés, de helyet kap a jó szándék és a segíteni vágyás is. Arról szól, hogy a csendben meghúzódó pletyka terjed a leggyorsabban, és arról, hogy az a legveszélyesebb. Ez az első olyan előadásuk, amiben a folklórnak nem csak a romantikus oldala jelenik meg. Bár a viselet, a tánc, a zene és az ének ezúttal is csodálatos. Elég nehéz a főhős dolga, de a hite és a szeretet mindenen át segíti. Talán egy kicsit kevesebb lesz benne a humor, mint amit a nézőink eddig megszokhattak, noha a történet nagy része könnyed. A vége azonban eléggé baljós, de a legvégére minden az ellenkezőjére fordul. Nemám sa ľútomi. Vy tu súdite a viníte, hľadáte posorky, menujete hriechy, hľadáte viny a rozdávate tresty. Ezt a boszorkány karaktert egy komáromi történet inspirálta. Nem tudom, hogy a nézőink közül vajon hányan tudják, de a mai Szlovákia területén 5 olyan város van, ahol annak idején voltak boszorkányperek. Az egyik épp Komárom. A főhősünk esete abban egyedi, hogy valószínűleg csak neki sikerült a mintegy 500 000 bizonyítottan mágiára vetett asszony közül megmenekülnie. 25 tanút szerzett, akik vallomásukban elmondták, hogy a nevezett személy nem boszorkány. A városból épp úgy utasították őt ki, mint az ismert történet. Rómeót, de megmenekült. A Szlovenszki Rebeli március 13-án ünnepelte a fennállásának 10. évét. 14 alapító taggal kezdtek, jelenleg csak nem 50-en vannak. A tagok közt van karonülő gyermek és nyugdíjas is. A legújabb alkotásuk a boszorkány, avagy a boszorka. Az előadást március 26-án is megtekinthetik. Már nem tervezzük az előadásainkat előre fél évre, mert az elmúlt időszakban egymást érték ezzel kapcsolatban a csalódások. Abban maradtunk a többiekkel, hogy mindig csak 2 hétre tervezünk elő. Egyelőre ennek a darabnak 3 előadását terveztük be, a többit meglátjuk. Nyáron 2 hetente szeretnénk előadni. Ma is jöttek ide nézők Pozsonyból, Zsolnáról, Vágbesztercéről és Nyitráról is. Sőt, amikor az Ver szörnyetek című előadásunkat az utolsó alkalommal adtuk elő közönség előtt, volt olyan, aki hajnalban ért haza, de ennek ellenére azt írta, hogy megérte eljönnie. Mi nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen közönségünk van. Természetesen a kemény mag még mindig a komáromiakból és a Komárom környékiekből áll. We'll be right back.